Sziasztok! Legutóbb ott hagytuk abba a South Park végigjátszását, hogy megkezdődött a harmadik nap, és Chaos Professort sikeresen lesitteltük, és most találkoznunk kéne a mosómedvével, de előtte még intézzünk egy csatát. 5-6-os ellen. Jó. Na, lássuk a medvét. Elég sok életük van. És van benne gyógyító. Egy első körben őt kéne talán touchra tenni. Mert ugye vele van gond. Úgy láttam, hogy mostanában tetszik nektek a végigjátszás. Mondtatok hasznos tanácsokat is, illetve vagy szépen megszórtatok lájkokkal, ezt köszönöm szépen, illetve feliratkozásokkal, ugye kinyírnak. Hoppá. És... csak ezt így folytassátok tovább. Én nagyon örülök, hogy tetszik, amit csinálok. Legalábbis úgy néz ki, hogy egyre többen vagyunk, építjük a kis közösségünket. Már a Facebookon is majdnem annyian vagyunk, mint a YouTube-on. Ugye ezt tényleg köszönöm szépen. Remélem tényleg tudok nektek olyan tartalmat szolgáltatni, ami mindenkinek tetszeni fog. Úgyhogy így szaporítjuk tovább a szót. Csapjunk bele rendesen a bunyóba. Nem ezt akartam, de nem baj, így is hatásos, és ezt kicsit fölidegesítettük. Egyet már leszettünk. A dokit kéne eltakarítani. Szinte meg se ér, de így legalább hármokat egy kicsit megszivatjuk. Még egyszer. Takony labda. Az a baj, hogy valamiért sokkal gyengébbek vagyunk, mint kéne. Kicsit nehézkes, de szerencsére van jó sok életmentő felszerelésünk. Minden esetre tényleg le kell szedni a dokit, mert ugye többi az annyira nem vészes. Okay, who's the next target of my unbridled rage? Huh? That doesn't look so good. Igen, ettől féltem, hogy feltulingolja őket. Éppen a gyógyító pornót vetették be. Na nézzük. Ránk kell félnek kis segítség. Vagy esetleg... elég hatásos lenne. Ez Kai-nak a legerősebb a ilyen egységes támadása, úgyhogy mindenképpen... akkor ilyen szorult házadban vagyunk, őt kell alkalmazni. Lángolnak, meg véreznek, esélyük sincs. Így a legjobb, hogy... ajaj. Az nagyon kis körény ott középen. Here we go.
pretty cool. Úgy néz ki, hogy csak én haltam meg. Többi emberkénk azért tartja magát. Slap it up. The last kid who did that to me is dead. Doki megmozdul, meghal, úgyhogy vele nincs kösebben gond. Pont így gondoltam én is. Mégse halottként zárjuk ezt a meccset. Meg se érzi. Hát csak felidegesíteni tudjuk. Megint engem fog, vagy minket fog kiérni. Ja nem, most csak elment. Hány. I like your style, dude. Thanks, Super Craig. Hey, ez már hatásos volt. D&D or something? Yeah, no. Now that's how you give this stink eye. My turn. Csak 140-et tudunk róla leszedni. Vagy 116-ot. Hát akkor... Mega fist punch. Megfordult. Meg fel kell. Á, feladta. És még $2 is lett belőle. Szuper. Miért is jöttem ide? Valamiért itt a... Ja, suliból jöttünk ki, jó. Igen, mert véget ért a tanítás. Viszont megint visszajöttek. Hagyjatok békén. You're a pussy! Pussy! Úgy emlékszem, hogy volt egy artifact, amit még nem kapcsoltunk össze a kis képességünkkel. És ez egy 101-es, ezt mindenképpen dobjuk rá a készletre. És itt pedig tudunk 60-nal följebb menni. Nagyon jó. Így már elég ütőképes lett a kis harcosunk. Itt tudnánk craftolni. Egy 80-as szintű artifektet, amihez nincsen elég felszerelés. Itt van egy 72-es, 65-ös. Itt egy csomót tudnánk, csak ezek nem elég jók nekünk. És ilyenek már vannak is, nem? Ezt a 80-asat szívesen megpróbálnám. Na jó, mi van erre? Már rég nem mentünk, úgyhogy nem igazán emlékszem. I need all Kunin friends to report to the Kun Lair. Repeat, all Kunin friends, report to the Kun Lair. Oké, okay, jelentést kell tennünk Cartmannek. Ez pont a másik irányba van. Gyorsan itt szaladjunk körbe, hát ha van valami érdekesség, ami még kimaradt. Ez már volt. Viszont hoppá, ott van egy... Jaj. Mr. Adams portré. Nem? Ez kell nekünk. És ide hívjuk Stan, ugye a varázs láva űző technikájával. Hmm.
ki a mosómedve. Oké. Na, ötöt leraktunk. Már csak három van szerte a városban. Reméljük azt is hamarosan teljesíteni fogjuk. This new Freedom Pals crew sounds like quite an accomplished group of superheroes. Igen. Ott van még mindig a mexikói. Dél-Sri Lanka, Mexikó, ma béka. Igen, erre már itt emlékszem, hogy szóval itt is kinyithatnánk az ajtót. És akkor nem kell ugye körbe menni. Igen, meg is volt a lökhajtás. Bum. Ezt nem is tudom, ez miért maradt ki, de legalább ezen túl vagyunk. Na. Akkor irány Cartmanhez. I'm the fastest kid in town. Aki jelenleg nem itt van, hanem... Ez mi? Ez a DLC. Are we doing this or what? Better run fast! Ez a 101-es artifact jól megdobott minket. Hello there, new kid. We haven't been formally introduced. I'm Mr. Crime Syndicate Kingpin guy, and you are the one who keeps farting on all my best people. So different, you and I. We both want what's best for this city. I know you've probably got places to be, but why don't you come talk to me instead? I'm at the old Soto Sopa ruins. Come on. What do the Coon friends really have to offer you? Ojjjjj, találkoznunk kell Mitch Connerrel, ugye, aki egy kicsit rosszban sántik el. Ugye jelenleg őt gyanúsítjuk a különböző problémákkal. Akkor viszont nem is kellett ide jönnünk, ennyi volt, nem találkozzunk vele. Jól van, itt van Stan. Bocsi. És azt mondta, hogy menjünk ide a hajléktalan területre. Jaj. Na. Itt is el kell majd fújnunk a lávát. Oda már fölmentünk. Szerintem az már nyitva van, ugye? Ti is úgy emlékeztem, hogy ezt már leszettük korábban. Ez még mindig zárva van. Itt kapjuk rajta törcsit, hogy éppenséggel valakit szórakoztatott. Bemászni nem lehet. Ajtó. Igen, itt talán könnyebb, mint bemászni. Hello, akarsz egy selfie-t? Hey, you're that farty kid from the TV. How about a picture? Azt hiszem, hogy tévéről jöttünk. Nem baj. Egy újabb követő. Oh, fucking glad that's over. Meg kifosztottuk a házat, mert talán csak a rokonok maradtak ki. Fotó. I bet a selfie would rub my stupid husband jealous. How about it? Aha, egy selfie lerombolná a féltékenységét a hülye férjének. Okay. Te nem akarsz selfie-t? Once I charge my phone with some minutes. Get your own waffle. Hoppá. Az ott mi? Biztos meg kell tanulnunk kezelni az áramot, mert ugye ehhez még nem értünk, és csak akkor tudnánk kiolvasztani ott azt a nem tudom mit. Jó. Reméljük, most már lassan jön egy áramos kollega is. Ez volt Kenny szobája. Igen, de ez ugyanolyan lepukkant, mint az előbb volt. Itt van Kenny tesója. És őket is. Be tudjuk fogni, mint követő.
Ja, és még itt valami. Hát itt még nem jártunk. Ugye, amikor az éjszaka itt jártunk, ott van egy kulcs. Azra szerintem szükségünk lesz. Aha, a garázs kulcs, szuper. Jó. Akkor nézzük meg a garázst, mert hogyha már ilyen trükkösen kellett kulcsot szerezni, akkor biztos valami érdekesség van ott. Szóval ugye Kennyék szüleinek a hálószobájába nem tudtunk bemenni az éjszaka folyamán, mert hogy... Ha, tényleg? 65-ös artifact, szuper. És itt egy jó is. Szóval nem tudtunk bemenni, mert éppen magukra zárták a szobát. Még valami hasznos dolog? Van? Semmi? Jó, akkor innen is takarítsuk el a füstöt. Vagy a lávát. És akkor ez az ajtó viszel minket a hajléktalanok akkori pihenőhelyére. Ha jól sejtem. És... Igen, itt szoktunk kimászni Kenny. Azt már kinyitottuk? Szerintem azt még mindig nem. Aha. És így lehet ide bejutni. Hát csak egy kosztüm. Az is valami. Szerintem ebben a hordóban is van valami, mert úgy néz ki, meg van repedve, de ezek szerint tévedtem. De minden esetre ez is megvan. Ajaj. Kezdek félni. Ó, és most majd föl lehet repülni Kylar. Ja, tegnap az ott nem volt, vagy a éjszaka folyamán. És itt úgy tudom, hogy van itt egy trófea, hogyha mindent összeszedünk. És már az előző éjszaka elég sok mindent összeszedtünk. Az a két érme biztos kimaradt, viszont még valaminek kéne lennie. Közben nem tudom, ti is halljátok ezeket a hangokat, elég idegesítő. Valaki állandóan ide hívogat minket. Na, karakter sheet elit, trófa. Szuper. Nem erre számítottam. De ez is jó. Nem tudom, hogy mit kell még itt összeszedni, hogy beadja a trófeát. Majd lehet, hogy még egyszer vissza kell ide jönnünk. Minden esetre valószínűleg fölfelé kell menni, mert elég csapdaszagot érzek. És valahonnan Micskonen állandóan vinnyog. Egy 85-ös artifact. Na, azt nézzük meg, hogy ahhoz mi kell. Hát, ha meg tudjuk csinálni. Ezt 65-ösre tudjuk cserélni, igen. Hát sajnos nem, ez se kraftolós. Mit kell ezekhez csinálni, hogy sikerüljön?
Azon kívül, hogy el kéne érni ezt a 200-at. Pedig lehet, hogy az lesz. Hogy így jutunk fel? Ott egy cica. És ugye a cicákat gyűjtjük ezenre. Úgyhogy csináljuk azt, hogy megállítjuk az időt, nehogy elszökjön a macsek. És elkapjuk. Blossom. Most megvan? Ja igen, megvan. Jó, és akkor még följebb kell repülnünk. Tartalmas volt. Pár tudsz, Ruci. Kész, ennyi. Akkor egy halálugrás lefelé. Ez fájni fog. Oh, Divine Wind Trooper. Király. Nagyon haladunk. Viszont nem tudom, merre kell menni. Hol bujkálsz, Mitch? Vagy tovább erre? De hát erre jöttünk. Ez nem tudom mi, de már van belőle 6 ilyen. Oké. Hát azt hittem összetalálkozunk Mitchell, de úgy tűnik, hogy nem. Valahol biztos el van bújva. Úgyhogy szerintem folytassuk innen, srácok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, várom a kommentjeiteket, és folytatjuk legközelebb. Sziasztok!